megkezdődött a szabadidőpark építése a Vasalbert utcában. A Magyar Közút ZRT csak tavasszal kezdi el a Telepi út, Dózsa-György út felújítását. Nyáron is folytatódott a városfejlesztés a településen. Az új tanév változásait elemezte a tankerület vezetője. Idén 90 éves az evangelikus gyülekezet Vecsésen. Elkezdték az epres felkészítését a káposztafesztre. A hétvégén a búcsúra készülnek a hívek és a gyerekek. Bemutatjuk a Vecsési Futballklub új edzőjét, Urbán Flóriánt. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának szeptember 13-ai adását látják. Nézzük rövid híreinket! Szeptember 16-áig kell befizetni a helyi adókat, úgy mint az építményadót, iparűzési adót, gépjárműadót, valamint az elmaradt adókat. A tényleges határidő szeptember 15-e, de mivel ez a nap vasárnapra esik, hétfőig lehet eleget tenni a kötelezettségnek. Fontos tudnivaló, hogy az esedékes adók befizetésének elmulasztása, illetve az adók meg nem fizetése késedelmi pótlékot és végrehajtást von maga után. Ünnepségre készül szeptember 18-án a Mosolyország óvoda. Az intézményben teljes fűtéskorszerűsítést végeztek a nyár folyamán, melyre egy németországi székhelyű cég közel 3 millió forintos támogatást nyújtott. A vállalat képviselői 18-án az óvodába látogatnak, ahol a nagycsoportosok egy nemzetiségi műsort adnak majd elő. Szeptember 23-a és 29-e között egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A MÁV-Start ZRT tájékoztatása szerint egyebek mellett az Üllő-Monor állomások között végzett pályaépítési és karbantartási munkálatok miatt változhat a vonatok menetrendje. Kérik, hogy utazás előtt érdeklődjenek a vonatok indulásáról. A Vasalbert utcában építik meg Vecsés első szabadidőparkját. Alattyányi István képviselővel megtekintettük a munkálatok jelenlegi állását. Megkezdődtek a földmunkálatok itt a Vasalbert utcában, elkezdett épülni a szabadidőpark. Jelen pillanatban hol tartanak a munkák, és mire számíthatunk az elkövetkezendő hetekben? Hát, hogy a szerkesztő azt mondja, és látja, igen, egész pontosan a földmunkák elkezdődtek, a kivitelezés elkezdődött, egy picit csúsztunk a kivitelezéssel, mert különböző problémák merültek föl. A lakossággal kellett több dologban több körben egyeztetnünk. A végső lakossági egyeztetésen megszületett a döntés, mert nagyon sok lakó rossz hallását, illetve ellenszenvét fejezte ki azért, illetve nagyon féltek a gördeszkapályától, és ezt az elemet az utolsó lakossági fórumonkon végülis egy közös alternatívaként elfogadta a lakosság, hogy ezt az elemet kiváltjuk, és nem gördeszkapályát fogunk ide építeni, hanem egy ilyen műfüves vagy gumiborkolatú pályát, ahol lehet majd tollasozni, röplabdázni, lábteniszezni, stb. Stb. Tehát ezt az elemet erre az elemre váltjuk ki, és ez miatt az egyeztetések miatt csúszott a kivitelezés, és ahhoz képest is, mint ahogy mi szerettük volna, mert ugye bár ennek a cégnek közben más munkái is akadtak, mert az eredeti munkálatoknak a kezdése ez miatt eltolódott, úgyhogy még plusz még egy-két hét csúszásba voltunk, de én azt gondolom, hogy most a földmunkák elkezdődtek, úgyhogy körülbelül egy olyan jó 4 hét múlva így az első ütemét át fogjuk tudni adni a szabadidőparknak. Mi minden tartozik bele az első ütembe, illetve hány négyzetméteren, mekkora területen kap helyet majd ez a szabadidőpark? A telek mérete az több mint 1300 négyzetméter, ez a bruttó területe, az körülbelül, ami a játékelemeket illeti, az körülbelül 800-850 négyzetméteren fognak elhelyezkedni. Lesz egy streetball pálya, ami körülbelül 15x14 méteres lesz. Akkor mellett, amit említettem, ugye bár amit kiváltottunk a gördeszkapályát, ez a másik pálya kerül megépítésre, ez lesz a középső elem, ez körülbelül olyan bruttó, ha 300 négyzetméteres lesz, és körülbelül egy olyan 270 négyzetméteres lesz, 260, az a kicsiknek való játszótér rész, ami a ahol körülbelül hát ilyen homokozókat kell elképzelni, csúszdát, akkor ilyen kis mászókát, ilyen várjellegű mászókákat, egy-két ilyen ügyességi elemet a piciknek, illetve ott lesz kialakításra majd a kültéri fitness elemek, ahol körülbelül az erősítő gyakorlatokat lehet majd végezni. Ahogyan felsorolta mindezt, ebben a sorrendben is épül majd meg?
Nem, egyszerre történik meg a kivitelezés. Az első ütemben én azt értettem, hogy lesznek olyan kertészeti munkák, ugyebár, amik az időjárás miatt is, illetve az, hogy az ősz be fog köszönteni, tehát nem fogjuk teljes mértékben azt befejezni, ezeket jövő tavasszal fogjuk teljes mértékben befejezni, illetve a streetball pályánál a gumiburkolatot idén nem fogjuk tudni a költségvetésekben, sajnos nem fér bele, nem tudjuk azt letenni idén, hanem azt majd jövő tavasszal fogjuk, most egy betonfelület lesz, és a betonfelületet azt majd jövő tavasszal fogjuk tudni a gumiburkolattal ellátni. A környék lakóival milyen további kompromisszumok születtek a téren, hogy mettől meddig lesz majd nyitva ez a játszótér vagy szabadidőpark, illetve körbe lesz kerítve, milyen módon oldják meg az őrzését, stb. Hát ez végül is olyan kompromisszum, amit eleve már így terveztünk. Tehát körbe lesz kerítve a szabadidőpark, zárható lesz, lesz egy bizonyos intervallum, amikor nyitva lesz a szabadidőpark, utána bezárásra kerül, és természetesen az éjszakai járőrszolgálat, ugyanúgy, mint a többi játszóteret, ugyanúgy ezt is figyelni fogja, és hogyha úgymond olyan elemek próbálnának meg itt este gyülekezni, akik hangoskodnak vele, zavarják a környezetet, őket természetesen a járőrszolgálat fel fogja szólítani, és őket el fogják innen küldeni. Ezt természetesen azért alakítjuk ki, ezt a szabadidőparkot, hogy az itt élőknek kultúráltan, tényleg komfortosan tudjanak itt sportolni, komfortosan tudják érezni magat ebben a lakókörnyezetben, ami ez nagyon fontos, a sport is. Itt a szabadidős tevékenységet el tudják tölteni. Természetesen úgy lesznek kialakítva, hogy lesznek ilyen kisebb, ilyen talán ilyen napozó felületek, amilyen füves részelemek kerülnek majd bele. Tehát, hogy mindenki megtalálja itt azt a lehetőséget, hogy ki tudjon kapcsolódni. Elsősorban ez erről szól. Nyilvánvaló, hogy el fogjuk látni egy kamerás védelemmel is a szabadidőparkot. Ez is már elkészült, tekintem, hogy az árajánlata is, de egy ütemben fog megépülni, ahogy elhelyezik itt a térfigyelő, illetve a kamerarendszert. Itt a Vas Albert és a Görgei utca a sarkán is, az is lakosság igényre. Ott még egy ilyen kamerarendszert fogunk elhelyezni. Ez körülbelül, én azt gondolom, hogy még az idén ősszel ez meg is fog valósulni. Ahogy említette, hogy milyen eszközökkel lesz majd ellátva ez a szabadidőpark, ugye ebből is lehet következtetni, hogy itt akár egy család is jól érezheti magát, tehát nincsenek életkori megkötések. Hasonló terveznek-e Vecsésen még? Hát természetesen tervezünk hasonlókat. Ez most ugyebár az első ilyen, amikor azt lehet mondani, hogy szinte 0-tól 99 éves korig ez bárki kijöhet ide, és szerintem megtalálja magának megfelelő sportot, illetve a szabadidős tevékenységnek, hogy hogyan tudná megfelelően eltölteni. Gondolkodunk még ilyenben más helyen is. Mindig nagyon nehéz dolog ez, mert úgy, hogy az ember úgy csinálja meg valamit, hogy mindenkinek jó legyen, az rendkívül nehéz. Persze nagyon igyekszünk ezt figyelem előtt tartani, hiszen egy ilyen pozitív beruházásból nem szeretnénk egy negatívat építeni, hiszen ez pont a lakosságnak készül, és hogy a lakosságnak különböző igényei vannak, illetve félelmei vannak bizonyos dolgokban, akkor nyilvánvaló, hogy az önkormányzatnak ezt tolerálni kell, és egy olyan egységet kell megépíteni, ami lehetőleg mindenki számára megfelelő. Most a nyilvánvaló, hogy itt a gördeszka pályát, itt a nagy része azért a lakosságnak nem támogatta, volt egy-két olyan ember, aki ezt szerette volna, hogyha megépítésre kerüljön, ezért is úgy gondoltuk, de egyébként a város szerte nagy az igény arra, hogy megcsináljunk egy gördeszkelet, vagy egy ilyen biciklis pályát, ezért ugyanúgy megrendeltük a gördeszkelemeket, és ezt az elemet, ezt a Lanyiba fogjuk megépíteni. Én azt gondolom, hogy ezt még idén, hogyha minden jól megy, nagyon szeretnénk átadni. A szabadidőparkon kívül számos új fejlesztés történt a nyár folyamán Vecsésen. A város úthálózata kiemelt helyen szerepel. A vecsési lakosok arról kaphattak tájékoztatást, hogy egyelőre még várni kell a Telepi út, Dózsa-György út felújítására, ami azonban nem az önkormányzaton múlik. Önök mit tudnak ennek okairól? Hát sajnos mi is hallottuk ezt a szomorú hírt. Régóta kérdezgetjük az illetékes minisztériumot, illetve a közutat, hogy mikor kezdenek végre a munkálatokba. Arról volt szó eredetileg, hogy augusztus közepén kell ide fölvonulniuk, hogy befejezzék a Vecsés-Gyál alsónémedi szakaszt. A pénz megvan rá, ez az egyetlen jó hír. A kevésbé jó hír, hogy nagyon úgy néz ki a mostani híradások alapján, hogy ezt a telet még ezen a rossz úton kell kibírnunk, nekünk vecsésieknek, gyáliaknak. Pedig a gyáli polgármester kollégával sok mindent próbáltunk megtenni annak érdekében, hogy minél előbb elkezdődjék itt az út korszerűsítése és javítása. A közút tájékoztatása alapján még ebben az évben megkötik a szerződéseket, tehát a közbeszerzési eljárások elhúzódásával magyarázták, hogy miért nem tudták elkezdeni itt a munkálatokat, tehát úgy néz ki, hogy őszre hirdetnek kivitelezőt, és a munkaterület átadása pedig jövő tavasszal várható, az előzetes információk szerint március tájékán. A Telepi út és a Dózsa-György út azonban állami
kezelésben lévő út. Becsésen azonban szintén voltak betervezett útépítések, ebből mi minden valósult meg augusztus folyamán? Így igaz, csak egy pillanatra ezt szeretném én is megerősíteni, mert nagyon sok telefont kaptunk ebben a kérdésben. Valóban, tehát a Telepi út, Dózsa-György út, Gyáli út, és ez a 4602-es út az országos közúthálózat része, a Magyar Állam tulajdona és a közúta kezelője, igazából a Városi Önkormányzat ehhez nem nyúlhat hozzá. Tudom, hogy nagyon sokan emlegetnek minket, amikor végigmennek ezen az úton, én is emlegetem az illetékeseket, de ezt azért szeretném leszögezni, hogy igazából ez nem a mi kompetenciánk. Ami a mi kompetenciánk viszont, az a belső úthálózatunk folyamatos fejlesztése, és azt azért örömmel mondhatom el, hogy az egyre szűkülő gazdasági lehetőségek mellett, az egyre nehezedő gazdasági körülmények ellenére is sikerült ebben az évben is komoly előlépést tennünk az úthálózat fejlesztésében. Részben befejeztünk útépítéseket, és sok új utcát is meg tudtunk építeni. Ahogy így összeadtam fejbe, és ez nem teljesen exakt szám, több mint 3 kilométer utat tudtunk ebben az évben megújítani vagy befejezni. Most zajlik az útépítések második üteme, tehát elkezdődött a Virág utca felújítása, és arról döntött az útbizottság, hogy az Akácfa utca, az Ágoston utca kerül még megépítése, valamint az Előd utca, mondjuk így, hogy a Damjanés utca és a Széchenyi út közötti szakasza kap hideg aszfaltburkolatot, valamint összekötjük a Nagygöci háta mögött Bánya-Nándor utcákat, mert a lakosság sokat panaszkodott, hogy az ottani összekötő út meglehetősen rossz állapotú, sáros, és fölhordják a már aszfaltozott felületekre a piszkot és a koszt, a sarat, úgyhogy ezt is szeretnénk megoldani. Még ezen az őszön további járdaépítéseket is tervezünk, de ennyire még nem akarok előre szaladni. Ennek most zajlik a számolása, a költség becslése, illetve a pontos kivitelezési költségek meghatározása. Hogyha itt pontos adatokat tudok, akkor örömmel fogom ezt megosztani a tévénézőkkel és természetesen a vecsésiekkel. Említette, hogy megkezdődött a második ütem, a második szakasz. Összegezzük azonban, és foglaljuk össze, hogy az első ütemben, augusztus folyamán milyen utak kerültek megépítésre vagy felújításra. Elkészült a Sárosi utca, a martaszfaltos utcák közül a Gárdonyi és a Hunyadi utcák kaptak aszfaltburkolatot, miután megerősítették az útalapot, illetve új technológiával a Lórántfi utca is megépítésre került, ez hideg aszfaltos technológiával készült. Illetve most már elkészült a Mihály utca is, tehát gyakorlatilag ezek az utcák most már átadásra kerültek, a lakosság használhatja. A Hunyad és a Gárdonyi utca esetében még javítás várható, ott nem vagyunk megelégedve az aszfaltozással, tehát ott még az aszfaltozott cégnek vissza kell jönni, és a hibákat ki kell javítani. A mindennapi testnevelés bevezetése az általános iskolákban és a járási rendszer kialakítása az önkormányzatokat is fejlesztésre késztette. A beruházások sora tehát folytatódott. Az utakon kívül iskolaudvar is felújításra került, mégpedig a Petőfi Sándor általános iskolánál. Sarkalatos koncepció, hogy az intézmény felújításokat, karbantartásokat folyamatosan tudjuk végrehajtani, végezni. Ezt mindig is fontosnak tartotta a képviselőtestület. Ebben az évben két intézményben tudtunk nagyobb volumenű felújításokat végrehajtani. Az egyik a gondozási központ volt, a másik a Petőfi iskola. A gondozási központ gyakorlatilag 100%-ig önkormányzati beruházásban történt. A Petőfi iskoláról el kell mondani, hogy ott az önkormányzat kisebb részt vállalt, és az egyház finanszírozta a sokkal nagyobb részt. Az ottani felújítások következtében, tehát a Petőfi iskolában gumiburkolat került elhelyezésre, valamint műfű. Ezáltal az iskolaudvar alaposan modernizálódott, megszépült. Valóban azért fákat is ki kellett vágni, azonban ezeknek a gyökerei lehetetlené tették volna ezeket a beruházásokat. Természetesen ezeket a növényeket igyekszünk majd pótolni. Ezek nyárfák voltak, amiről szeretném megjegyezni egyébként, hogy erősen allergén növények, de hogyha nem kellett volna gumiburkolatot és burkolatot készíteni egyáltalán az iskolába, akkor biztos még maradtak volna. De emiatt egyszerűen ki kellett venni, hiszen a gyökerek feltörték volna az elhelyezett alapokat. És hogyha még a Petőfi iskolánál egy pillanatig elidőzhetek, szeretném azt is elmondani, hogy a régi iskolaszárny nyílászáróit, ajtajait, ablakait nagyon szépen felújították, tehát az is
hosszú évtizedek után végre megszépült, megújult, úgyhogy a Petőfi iskola ebben az évben nagyon nagyot lépett előre az intézményi felújítások során. Haladjunk tovább akkor Vecsés térképén, és most éppen képzeletben menjünk el a lakótelepre. Ott mire számíthatnak a közeljövőben, illetve milyen változások történtek az elmúlt időszakban? A lakótelepen a torzsa mögött, a lakótelepi oldal felől a parkoló kiépítésre került, hiszen ott nagyon sáros elhanyagolt felülettel találkozhattunk, és a járda is ott azon a szakaszon megújításra került. Egyébként itt a lakók segítettek a munkálatokban, ők is közreműködtek. Jelen pillanatban is dolgoznak egyébként ott a környéken. Ott volt egy tűzivíztározó, amely abszolút használaton kívül volt, és csak foglalta helyet. Most ezt a Gyávi Kft. Munkatársai szétszerelték, betömítik, és feltehetően és valószínűsíthetően parkoló kerül annak a helyére is. Ezen felül pedig az üzletsor mögött és előtt a járda megújításán gondolkodik még az önkormányzat, ezt tervezzük, ezt szeretnénk megvalósítani. Az üzletsor és a házak közötti járdaszakasz, mondjuk itt egy sétány, megépítésébe szeretnénk bevonni a lakosságot is, illetve nem is a megépítésébe, hanem az utána lévő park gondozásba. Szeretnénk, hogyha a házak a közös képviselőkön keresztül ebbe partnerek lennének, és utána a zöld felületek karbantartását vállalnák. Szintén tovább haladunk, és eljutunk egész a bevásárlóközpontig, ahol hamarosan átadásra kerül majd az első kormányablak. Az önkormányzatot milyen formában érinti majd mindez? Hát így van, ebben az évben nagyon sok változás következett be az életünkben. A közigazgatási reform következtében teljesen új hivatalok jöttek létre. Itt szeretném megjegyezni, hogy nagyon örülünk annak, hogy Vecsésen járási hivatal létesülhetett, hogyha már ilyen új rendelkezések születtek. Ez számunkra a jövőnk fejlődése szempontjából nagyon fontos kérdés volt. És hát ennek egy tovább vitele, tovább lépése a kormányablak megnyitása, ez az állam részéről alapvetően fontos koncepció, hogy ezeket a közszolgáltatásokat minél szélesebb körben el tudják érni az emberek. Mi, ha nem is örültünk minden változtatásnak, és sokat fenntartással fogadtunk itt helyi szinten, illetve önkormányzati szinten, abban a pillanatban, amikor megjelentek a törvényi szabályozások, azon voltunk, hogy ezek a hivatalok minél hamarabb és gördülékenyebben meg tudják nyitni a kapuikat, hogy el tudják látni a feladataikat a lakosság érdekében. Így volt ez a járáshivatal esetében, és így volt ez a Klebersberg intézmény fenntartó esetében is. Ott még az országos tájékoztató is itt volt, mert gyakorlatilag az egyik első iroda itt nyílt meg. És ugyanez van a kormányablak esetében is, a járáshivatal vezetője, Azari Zsuzsa, a jegyzőasszony, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy elsők lehessünk a kormányablakok között, és valóban úgy néz ki, hogy így is lesz. Gyakorlatilag előrehaladott tárgyalásokat folytattunk, három alapvetően fontos résztvevője volt ennek a tárgyalássorozatnak, az egyik a Market Central üzemeltetője, másik a kormányhivatal illetékes emberei, valamint az önkormányzat részéről a jegyzőasszony és én, illetve egy Csisi járási hivatal részéről a Azari Zsuzsa vezetőasszony. Itt megállapodtunk abban, hogy mit vállal az önkormányzat, mit vállal a kormányhivatal, és összedobtuk az erőinket ennek következtében a konszenzus eredménye, hogy a bérleti díjat mi fizetjük, a város, azért, hogy minél előbb megnyithassa a kapuit a kormányablak, hogy mindenki, nem csak a vecsésiek, hanem a járás többi lakosa könnyebben elérje ezt a szolgáltatást, ezt a közszolgáltatást. Ez gyakorlatilag havi szinten 150 ezer forint költséget jelent, és az összes többi feladatot a Pest megyei kormányhivatal munkatársai vállalták magukra. A berendezést, a kollégák elhelyezését, és természetesen a járulékos költségek, rezsiköltségek és egyéb költségek kifizetését. Szóval nem, mondjuk így, hogy nem 2 forint egy ilyen kormányablaknak a megnyitása, de mi abban bízunk, hogy ott a Market Centrálban valóban könnyen elérhető lesz, és sokan fogják használni. A költségeknek melyik az a szegmens, ami havi szinten 150 ezer forintba kerül? Egész pontosan a bérleti díj. Ez euróban van meghatározva, ezért ez egy kicsit változik, de ettől függetlenül úgy gondoltuk, hogy Vecsésnek ez mindenképpen megér ennyit. Nem csak a vecsésiek fogják ezt használni ugyan, de úgy gondoljuk, hogy ha már járási székhely vagyunk, akkor egy ilyen költséget be kell tudnunk vállalni. Ha már a változásokról és a változtatásokról beszélt, és a kommunikációról, illetve ablakokról, ami ablak a világra, az általában egy város honlapja. Ez is megújult. Így van. Nagy Péter mondta, amikor elfoglalta Szentpétervár helyét, hogy Akritjáknu, akkor nyitotta a világra a balti-tengeri kikötő által, és hát valóban mi is úgy gondoljuk, hogy
a megjelenés, az ablaknyitás a lakosság felé, illetve hát a tájékoztatás az elsőrendűen fontos kérdés, és ezért megújítjuk és megújul a Vecsésvárosi honlap, egyben össze is vonjuk a polgármesterhivatal honlapját és az önkormányzati honlapot. A célunk pedig az, hogy minél szélesebb körű tájékoztatást adjunk, illetve az ügyintézésbe segítsük az állampolgárokat. Szeptember 2-án megkezdődött a 2013-14-es tanév. A tankerület vezetője elmondta, hogy minden tankönyv rendben megérkezett a vecsési intézményekbe. Az ősz azonban számos változást hozott az iskolák életében. Szeptember 2-án becsöngettek az iskolákba, és számos változást hozott az idei tanév, például a pedagógusok tanrendjében is. Ez így van. A pedagógus életpályával bevezetésre került a pedagógus bértábla is, amit elsőként majd az októberi fizetésnél fognak a pedagógusok érzékelni. A nagyobb anyagi elismerés mellett egy új munkaszervezésnek a bevezetésére is sor került. Az új munkarend nem a kötelező 22 órára épít, hanem a munkavállalók 40 órás munkaidejére. Ez azt jelenti, hogy a pedagógusoknak heti 32 órán a jogszabályban meghatározott módon neveléssel és oktatással kell lekötni. Ez a 32 óra úgy oszlik meg, hogy 22-26 óra neveléssel, oktatással lekötött rész lesz, a fennmaradó rész pedig oktatás-neveléssel le nem kötött részként jelenik meg a jogszabályban. A 22-26 órából ugye egy része a délelőtti úgymond órarendi órák, egy része pedig ugye úgymond régebben délutáni foglalkozások, tehetséggondozás, szakkör, felzárkóztatás, sportkör és egyéb tevékenységek lesznek. A 26 és 32 óra közötti részben ilyenek találhatók, mint a foglalkozások, tanítási óráknak az előkészítése, a különböző feladatlapoknak, értékelő füzeteknek a javítása, tehát a tanulók teljesítményének az értékelése is például. A diákoknak már 16 óráig benn kell tartózkodniuk az épületben, és akkor távozhatnak el egyéb foglalkozásokra, hogyha ezt az igazgatónőtől írásban a szülők kérik. Általában mire engedik el a gyermekeket, mire nem? Tehát mi alapján dől el, hogy egy-egy gyerek kikérhető-e vagy sem, illetve hogy hány órától? A törvény szerint szeptembertől általános iskolában 16 óráig foglalkozásokat, 17 óráig pedig felügyeletet kell biztosítani. A 16 óráig tartó foglalkozások, azok szervezett foglalkozások, amelyek igyekeznek ugye az esélyegyenlőséget megteremteni, a különbségeket kiegyenlíteni, és érdekes, izgalmas, új élményeket nyújtó programokkal megismertetni a diákokat. Utána van csak a felügyelet. Az igazgatók saját jogkörben dönthetnek arról, hogy kit engednek el ezekről a délutáni 16 óráig tartó foglalkozásokra. Természetesen, hogyha valakinek van egyéb külön órája, amire sportkör, vagy olyan szakág, ahova ő jár sportolni, akkor valószínűleg az igazgató el fogja engedni. Ha olyan gyereknek a szülei kéri azt, hogy mentsék fel a délutáni foglalkozások alól, akiknek azért célszerű lenne, hogy ott maradjanak, mert az alatt lehet őket korrepetálni, felzárkóztatni, ott valószínűleg nem fogják megkapni ezt az engedélyt. Beindultak a hittan és az erkölcstan oktatások is. Jelen pillanatban milyen tapasztalatokról tud beszámolni? Országos szinten azt lehet mondani, hogy az elsősöknél egy picivel nagyobb százalékban, 52%-ban a hit és erkölcstant választották, 48%-ban az erkölcstant. Az ötödik osztályban pont megfordult az arány, ott 58%-ban választották az erkölcstant, és 42%-ban a hit és erkölcstan oktatását.
A szülők egy évre választják ezeket a tantárgyakat, tehát aki év elején eldöntötte, hogy erkölcstanórára megy, az év végéig azon a foglalkozáson fog részt venni. Aki a hit és erkölcstant, az pedig azon fog részt venni. Olyan nem lehet, hogy valaki valamelyik foglalkozáson ne vegyen részt, és mondjuk Lukas órája legyen. Tehát valamelyiken biztos, hogy a tanulónak részt kell venni. Két vecsési intézményben is plusz egy-egy első osztály indult. Hogyan tudták megteremteni ezeknek a feltételeit? Az önkormányzattal, a vecsési önkormányzattal egyeztettünk. Az önkormányzat vállalta azt, hogy ezeknek a plusz osztályoknak a tantermek kialakítását megoldja. A Klebersberg központtal pedig közösen berendezi ezeket a termeket. Meg is tekintettem ezeket, nyáron az önkormányzat munkatársai elvégezték ezeket a felújítási munkálatokat, nagyon szépen kifestették. A leendő tanítónéni, például az Andrássy iskolába az új első osztályos tanítónéni, nagyon szépen ki is dekorálta már a termet, mire jöttek az elsősök. A Klebersberg intézmény fenntartó központ pedig az önkormányzattal közösen berendezte, tehát az új elsősöknek új padok, székek kerültek ezekbe a termekbe. Úgyhogy barátságos környezet fogadja őket. Az igazgatói székekben történt-e bármi nemű változás? Vecsési szinten, tehát egyetlen egy intézményben kellett volna pályázatot kiírni, ez a Vecsési Zeneiskola, de a jogszabályok adta lehetőségeknél fogva a második igazgatói ciklusát kezdte meg Czövek István, így mód és lehetőség volt arra, hogy pályázat kiírása nélkül, ha minden érintett egyetért az ő tovább igazgatói továbbfoglalkoztatottságával, akkor fel lehetett terjeszteni. A felterjesztésünket elfogadták, tehát továbbra is Czövek István a zenei iskolának az igazgatója, és most már második ciklusát kezdi el. Idén 90 éves az evangelikus gyülekezet Vecsésen. A hívek egy családi nappal készülnek az ünnepségre. Két módon készülünk. Az egyik egy ünnepélyes forma lenne, majd novemberben, és arról majd később szeretnék beszélni. Most inkább arról, ami szeptemberben lesz, szeptember 28-án szombaton, szeretnénk egy úgynevezett családi napot tartani. Hát benne van a szóban is, hogy azt szeretnénk, hogy családok jöjjenek össze, ne csak gyerekek vagy idősek, hanem nemzedékek találkozzanak, ismerkedjenek egymással. A programot is úgy állítottuk össze, hogy legyen benne ismerkedés, de közös játék is, így például pingpong verseny, vagy csata, vagy csocsó bajnokság, de hadd legyen benne egy olyan vetélkedő is, amelyik a gyülekezet történetéről szól. Természetesen megelőzi ezt egy olyan vetítés vagy beszámoló, amiben kicsit összegezzük ezt a 90 évet, hogy mindenki tudjon róla, hiszen nem tudom, hogy van-e egyáltalán olyan ember közöttünk már, aki itt volt 90 évvel ezelőtt a gyülekezet megalapításánál. Ezért jó visszaemlékezni arra, hogy az őseink mit tettek abban az évben, vagy hogyan alakult meg ez a gyülekezet. Előzzük meg akkor ezeket az információkat, és kérem mondja el pár mondatban, hogy 90 évvel ezelőtt mi minden történt itt Vecsésen. Hát amennyit én tudok, hogy 1923 Pünkösdjén lett ez hivatalossá, hogy egy kis csapat vagy egy közösség, az akkori lelkész, vagy ki nem nevezett, még ki sem nevezett lelkész Kuti Dezsőnek a segítségével megalakította, úgy is hívták akkor, hogy missziói, vecsési missziói evangélikus gyülekezet, amiben benne van a szóban is, hogy akkor még rászorult arra, hogy egyrészt segítse más gyülekezet ezt a tevékenységet, másrészt, hogy összehozzon egy olyan csapatot, amely például később képes templomot építeni. A gyülekezetünk történetéhez hozzátartozik az, hogy ugyancsak 90 éves, ez nagyon kevés egy gyülekezet életében, hiszen vannak 300 éves gyülekezetek is, mégis ez a gyülekezet arra kényszerült, hogy 3 templomot építsen meg. Az elsőt 1932-ben építette, az igen szép magas templom volt, de ezt 1944-ben lerombolták, felrobbantották a németek, így kényszerült arra, hogy
hogy építsen egy másikat. Ehhez már sok-sok emléke fűződik a mostani gyülekezetnek is, az idősebbeknek, a fa templomhoz, mert aznak volt valamiféle sajátságos hangulata, amit emlegetnek ők az idősebbek. Lehet, hogy azért, mert akkor voltak fiatalok, és ehhez kötődött az ő gyülekezetbe járásuk. Aztán majd 1971-ben épült meg az a templom, amiben most állunk, és ami jelenleg is a gyülekezetünknek a közösségi helye. Mi a pontos neve ennek a templomnak? Hát én úgy tudom, hogy akkor, amikor 1971-ben épült, akkor Martin Luther Kingről nevezték el, és ez a templomnak is ez a neve, bár ezt nem használjuk, de jó lenne így ráemlékezni, hiszen nem akárkiről van elnevezve. Ő mikor és hogyan került ide? Én 5 éve vagyok ennek a gyülekezetnek a lelkésze, tehát ilyen módon én is fiatal vagyok a gyülekezetnek az életében. Úgy kerültem ide, hogy a gyülekezet megválasztott lelkészének pályázat útján. Mit tapasztal, hogy milyen az evangélikus közösségi élet itt Vecsésen? Én úgy látom, hogy ez egy nagyon-nagyon szereteteljes kis közösség. Kicsi, ez tény, hogy kicsi, mert hogyha megnézzük a másik nagy közösséget, a katolikust, vagy még a reformátust is, akiknek még óvodájuk is van, ahhoz képest ez egy kis közösség. Viszont amit én magam is tapasztaltam, hogy tényleg befogadó közösség, tehát az a maga, aki mindig jár Isten tiszteletre is mindenféle alkalomra, az befogadó, és azt is érzem, hogy jó irány az, hogy van már azért kis ifjúságunk, akik szívesen jönnek most például majd pénteken tábort üzezni, vagy vannak nyáron táboraink, amik úgy szintén gyerekeknek, ifjúságnak szólnak, vagy van babamama körünk, amiben meg nagy örömmel jövünk össze így babamamák együtt, ahol a gyerekek is már nagy dolog az, hogy azt tapasztaljuk, hogy még úgy jöttek össze gyerekek, hogy mászni se tudtak, és most már akkorák a gyerekek, hogy beszélnek, és egymással rohangálnak, tehát hogy megnőttek közben a gyerekek, és mi is egy kis, jó kis közösségi edződtünk össze így, anyukák. És akkor tehát szeptember 28-án lesz a családi nap? Így van, erre várunk szeretettel mindenkit, ennek a kezdése 10 órakor van, és egészen 4 óráig vagyunk együtt. Ebbe hozzátartozik, vagy ehhez hozzátartozik az is, hogy közösen szeretnénk ebédelni egy olyan ebédet, amit együtt főzünk meg itt az udvaron. Tehát mindenképpen a közösségi jellege van előtérben. Szeptember 22-én lesz a 13. Vecsési Káposzta Fest. A program helyszínét, az eprest is fel kell készíteni a közelgő eseményre. 13. alkalommal kerül megrendezésre a Káposztafest. Hát ismét szélesre tárjuk Vecsés kapuit, és várjuk hazai és külföldi vendégeinket. Hát az infrastruktúrában minden évben sikerül egy lépésre előrébb menni. Természetesen ez köszönhető a képviselőtestületnek, így a polgármesternek és főleg a gazdasági bizottságnak, hogy az idén is hajlandók voltak 5 darab elektromos fejlesztő, elektromos energiafejlesztő dobos került elhelyezésre itt a téren. Az esővíz elvezetésre az egyik parkolót szennyvíz szikkasztó árokkal láttuk el és letakartuk, tehát esztétikus legyen fölülről. A harmadik pedig a Lanyiban megpróbáljuk a Lanyit rendezni a parkolás közelsége miatt. Hát reméljük, hogy jövőre az elektromos fejlesztését már be tudjuk fejezni a térnek, és ha beválik ez az esővíz elszikasztó rendszer, akkor a másik 2 megmaradt egységnél is ezt meg kellene valósítanunk. A programokat illetően vannak-e változások? Hát a programokat, hát elmondanám pontosan az időrendi változásokat. Péntek este a nagy sátorban már a Brunner zenekar húzza a talpalávalót. Szombaton már egy konkrét műsor kezdődik délután 4 órakor. Ebben természetesen, ha jól emlékszem, a Korda, György és kedves felesége is fellép, akkor DJ programok lesznek, tehát szombaton gyerekprogramok lesznek a lenti úgynevezett kék színpadon, és a nagy sátorban természetesen ételek, italok már rendelkezés állnak a megjelent vendégeknek. Mire készülhetnek majd az ide látogatók, akár a megközelítést, a parkolást, illetve a biztonságot illetően?
Hát tulajdonképpen minden évben egy picivel próbálunk előrébb lépni. Az idén azt a célt tűztük ki, hogy a négyes lezárásával a négyes mentén is lakják be a itteni résztvevői a FESZ-nek. Kezdeti apró lépésekkel ezt elindítottuk, hogy bővítsük egy kicsit a területet. Tulajdonképpen a megszokott hagyományos programok azok most is meglesznek. A programok rendhagyó módon már szombaton elkezdődnek. Ugyan vásározók még nem lesznek, és a főzőversenyes csapatok is nagyban készülődnek. Szombat délután a sörsátor előtt már megkezdődik a mulatság. 16 órától vecsési akrobatikus és hip-hop csoportok lépnek színpadra. 17 órától a kisebb korosztály számára is érdekes gyerekműsor lesz látható. Majd 6 órától Rubin Tréka mozgat meg minden sportolni vágyót. Ezután még egy kis mozgás, majd 7:30-tól Balázs Klári és Korda György műsorát láthatják. Őket 8:30-től egészen hajnalig DJ show követi, többek között DJ Dominik és Bárány Attila társaságában. A Káposztafeszt a hagyományokhoz híven vasárnap a szentmisével és a terményáldással kezdődik, amit a felvonulók látványos menete követ. Természetesen az idei Káposztafeszten is főszerepet kap a zöldség, a savanyúság és a gasztronómia. Szeptember 20-áig lehet jelentkezni az ország legnagyobb káposztája versenyre, és szintén 20-áig lehet nevezni a savanyúság versenyre. Vasárnap pedig lesz még káposztapucoló verseny, legszebb sátorverseny, rajzverseny, főzőverseny, megválasztják a legszebb népviseletet, lesz focibajnokság, kézilabdabajnokság és még számos más program. A Bálint Ágnes emlékház is készül erre a napra, ahol 12 órakor vidámvásári komédia kezdődik a Portéka színpad előadásában. A tájház délelőtt 10 és este 6 óra között lesz látogatható. A helyszíneket pedig kis vonattal lehet majd a leghangulatosabban megközelíteni. De térjünk vissza az Epresbe. Két színpadon párhuzamosan zajlanak a programok. Az egyiken többek között a Gyáli Mazsorette, Grillus Vilmos, a Vecsésel Naktigálen, a Botafogó és Csepregi Éva Végvári Ádámmal, míg a másikon egy sváb partizenekar, a Duna Művész Együttes és a Balkán Fanatik várja egyebek mellett a látogatókat. Mind a kék, mind az úgynevezett zöld színpadon egyaránt fellépnek majd a helyi iskolák és óvodák gyermekei, akik színes műsorral készülnek erre az eseményre. A Káposztafeszt évek óta nem csak Vecsésről, de az ország minden tájáról ide vonza a vendégeket. Az út lezárása, a négyes lezárása ismét megtörténik, tehát Anna utcánál és lent a Város utcánál, és a hátsó Mátyás utcán, Város utcán megy az elkerülő közlekedés. A biztonságra ugye napközben körülbelül 50-60 rendőr lesz kivezényelve ide a térségbe. Hát jó, főleg a közlekedés levezénylése miatt. Természetesen a polgárőrség is jelen lesz. Biztonsági szolgálatot is szombat-vasárnapra fogunk biztosítani, de egyre inkább szeretnénk azt elterjeszteni, hogy akik már korábban szombaton kipakolnak, kirámolnak, azok saját biztonsági szolgálatukkal őriztessék a saját területüket. Elég sokan már az idén is ehhez fognak folyamodni, tehát hogy saját őrzővédőkről fognak gondoskodni. Ez lesz a 13. Káposztafeszt. Az ön véleménye és meglátása szerint ez a rendezvény valóban még mindig a káposztáról szól, vagy már másról is? Hát tulajdonképpen ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy 200 éve foglalkoznak Vecsésen káposztával. És nagyon sok család ebből él. Elég komoly lépéseket tett a képviselőtestület, jó magam és a Savanyítók Egyesülete, hogy ez a mezőgazdasági termék, ez a savanyú káposzta, ez elismert legyen országosan. Tehát ez úgy néz ki, hogy a hírvédjegy megszerzése után a parlament megalkotta a Magyar Értéktár törvényét, és a Földművelési Minisztérium automatikusan a vecsési savanyú káposztát besorolta a Magyar Értéktárban. Tehát ez megint egy előrelépés, mert nagyon közel vagyunk már ahhoz, hogy elismerjék Magyarország hungarikumának a vecsési káposztát. Ez tovább fogja öregbíteni Vecsés hírnevét. Tehát nagy valószínűséggel, hogy a fiatalok is elkezdenek majd káposztát termelni, esetleg savanyítani is, és ez egy megélhetési forrás.
A Káposztafest előtt a búcsúi a főszerep ezen a hétvégén az Epresben. Dr. Huszka Mihály plébános az ünnep jelentőségéről beszélt. Becsésiek nagyon szép ünnepe, a Szent Kereszt templom búcsú ünnepe. A Szent Kereszt történetének a lényege az, hogy ugye Jézus kereszt halála után, illetve megjövendölte, hogy Jeruzsálem el fog pusztulni, és a római csapatok 70-ben földig tarolták Jeruzsálemet. És 313-ig, amíg Nagy Konstantin türelmi rendelete meg nem született, addig ezek a helyek látenciában voltak. De a rómaiak mégse végeztek olyan munkát, hogy a nagy templomok alapjait nem rombolták le. Tehát 2 évszázad elteltével is, amikor Szent Ilona, Nagy Konstantin édesanyja elindult a Szentföldre, hogy szétnézzen, mi van, szájhagyomány útján unokáról, nagyapáról unokára hagyományozódva megkereste, hol lehetett az őskeresztényeknek a templomai, merre voltak, és az ő nevéhez fűződik a Szent Kereszt erekének a megtalálása. És ennek tiszteletére 22 év múlva, 335-ben újra felépítették a bazilikát, a feltámadás bazilikát, és felmutatták a Szent Kereszt erekjét. Tehát innen ered a Szent Kereszt erekje, és kibővül még egy ünneppel, hogy Hérakletosz császár 628-ban, miután a perzsák újra lerombolták Jeruzsálemet, elrabolták a kereszt erekjét, Hérakletosz császár visszaszerezte, és ez még egy ünnepi pont. Magának az ünnepnek a teológiai lényege, a Szentírásban ott találjuk meg, amikor az Úr Jézus Nikodémussal beszélget. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Tehát a keresztnek ez a legmélyebb üzenete, hogy Isten szeretetének a jele. Az Atya a világ életért adta Szent fiát, Jézust, aki vállalta a kereszt áldozatot, értünk emberekért, a mi üdvösségünkért. A Szent Keresztnek az ünnepe a helyi közösség életében azt akarja kifejezni, hogy őseink, akik a ősi barokk templomot építették, tehát a betelepülés után nekifogtak, hogy ne Ecserre és a környező falvakba járjanak misére, vagy az ottani pap jön ide egy ideiglenes kápolnába szent misét mutatni. Elhatározták, hogy saját templomuk lesz, és a templom titulusának, címének választották a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepét. Tehát így tevődik össze az ünnep a maga történetiségében, teológiailag, és a helyi közösség életében, tehát a svábok életében pedig, hogy ők, az őseink a Szent Keresztet választották, hogy a templomuknak ez legyen a címadója, a Szent Kereszt felmagasztalása. Harmadik dolog pedig, hogy évenként összejövünk búcsúra. És a búcsú sajnos manapság veszített az igazi eredeti tartalmából. A búcsú azt jelenti indulgencia, hogy ugye az eredeti klasszikus értelmében az ember bűnbánatot tart, és búcsút int a bűneinek. Tehát a búcsú erre vonatkozik, a búcsú szó. Ma azonosul a hintával és a céllövöldével. Ez egy nagyon kellemes szórakozási lehetőség. Szép is, jó is, a gyerekek nagyon szeretik, én is nagyon szerettem hintázni gyerekkoromban, mert maga a játék is egy élmény, sőt, valamilyen transzcendens élményt közvetít maga a hintázás is, egy nagyon szép élmény. Tehát valami módon talán így lehetne összekapcsolni a kettőt, de a kettőnek semmi köze egymáshoz. Az a vásári rész, az ünnepi rész és az ünnepnek a szentségi része az a szentmise, és az, hogy az Isten házába összejövünk, és itt ünnepelünk, és pontosan azt akarjuk tudatosítani, és a szívünkbe és az elménkbe vésni, hogy ennek a templomnak, illetve ez most már az 50 éve felépített új templom, az ősit és a titulusa ugyanaz, tehát a Szent Kereszt felmagasztalása, ez megmaradt, hogy valahányszor akár egy útszéli keresztre nézünk,
megerősödjön bennünk a megváltásba vetett hit, hogy Isten szereti ezt a világot, a mai világunkat is, ezt a mai világot is, a megváltás kegyelmei ma is működnek. És a teológia is pont ebbe az irányba fejlődik, hogy a keresztteológiáról beszélünk ma, és a Szentlélek teológiára. Mert Szent János apostol írja, hogy Jézus lehajtván fejét, kilehelte lelkét. Tehát a Szent Háromságos titok valósul meg a megváltás művében. Ezt a korszakot, amelyben most élünk, egészen a történelem végezetéig, illetve az üttörténet végezetéig, a Szentlélek korszakának nevezhetjük, mert Jézus az Atya művét, a Jézus művét a Szentlélek fogja beteljesíteni és teljessé tenni. A búcsú időpontját mi minden határozza meg? Maga a szeptember 14-e a Szentkereszt megtalálásának a kihirdetése. Tehát 335-ben, amikor megtalálták a Szentkereszt erekét, akkor szeptember 14-én mutatták fel a híveknek először. Tehát itt ez az ünnep eredeti időpontja, ez eshet hétköznapra is, olyankor csak egy-egy szentmisével emlékezünk meg, de mindig a nagy ünnepélyes megemlékezés a 14-ét követő vasárnapon van. Tehát így esik egybe a vasárnapi ünneplése a hétköznapi naptári eseménynek. Milyen események várnak a vecsési hívekre? Hát inkább azt mondanám el, hogy hogyan készültünk az ünnepre. Itt szerencsés módon összeesik a készülődésünk a Mária Besnyői zarándoklattal, amely szintén a őseinknek egy szép fogadalmi ünnepe volt, hogy a nyári mezőgazdasági munkák után kicsit megpihenni, hálát adni, egy-két napot rászánni, szombatot, vasárnapot rászánni. Ugye akkor még lovaskocsikkal, szekérrel indultak el Mária Besnyőre, és ahogy az idősebb generáció meséli, a szekerekből egy nagy szekértábort alkottak, középen tüzet gyújtottak, gyerekek, asszonyok, lányok ott imádkoztak, énekeltek, a férfiak pedig a lovak körül, tehát a tábor külső védelmét alkották. És ezt a régi ősi hagyományt szeretnénk mi is, illetve elkezdtük ezt a hagyományt feléleszteni, olyannyiban, hogy hát nem szekerekkel, hanem gyalog indulunk el, és nem műúton, hanem ösvényeken. Elindulva érintjük a repülőtérnek a sarkát, majd átmegyünk Maglódon, Pénzelnek csak integetünk, és az első nagyobb pihenünk az a isaszegi csata emlékére állított hősök sírjánál van. Utána leereszkedünk Isaszegre a templomhoz, és onnét már egy nagyon egyenes 4 kilométeres szakasz visz el minket Besnyőre. Az idén volt a 3. zarándoklatunk. Mindenkinek az a benyomása, hogy egyre többet jelent mindenki számára ez a zarándoklat. Azért, mert együtt vagyunk, a zarándoklat mindig egy kicsit szimbolizálja az emberi életet is, hogy elindulunk valahonnan, megszületünk erre a világra, és szeretnénk megérkezni valahová a teljesség felé tart az életünk. És ez az egy nap, illetve ez a másfél-két nap kicsit sűrítve elénk tárja azt, hogy itthon hagyunk mindent, a gondjainkat is, és ebben az útrakelésben a jövőnek a reménye ott van. És az idén Besnyő nagyon szép volt, mert most ünnepelt a besnyői templom, hogy a bazilika minor, tehát kis bazilika címet kapott. Ez volt az 5. évfordulója, amit a pápa adományozott ennek a templomnak, amelynek a kritérium az, hogy évente bizonyos számot elérjen a hívők látogatottsága. És ez alapján megkapta a bazilika minor rangot, és ezt ünnepeltük, és az ünnepi szentmisét a nuncius úr és a egyházmegyénk főpásztora Miklós püspök úr celebrálta, hát ez is még egy külön ajándék és külön élmény volt a hívek számára. Szeptember 2-ától új edzője van a vecsési futballklubnak. Urbán Flórián neve jól ismert a futballrajongók körében. Urbán Flórián vagyok, 45 éves, 68-ban születtem. Korábban labdarúgóként
szerepeltem Magyarországon többek között az Újpest, a Győrjátó, a Zalaegerszege, 2002-ben bajnoki címet nyertünk, 6 évig voltam Belgiumban, a Veregem, a Mehelen, Germinal Ékeren, az RSC Anderlecht és a Zászt csapatében. 40-szer voltam magyar labdarúgó válogatott, játékos pályafutásomról ennyit így röviden. Edzőként dolgoztam a Reac csapatával, ahol MB2-ben kerültem oda először, rögtön felkerültünk az első osztályba, és benne is maradtunk az MB1-ben. Utána dolgoztam Felcsúton, Pápán, és magasabb szinten legutoljára a Vasas Kispadján voltam, ahol először pályaedző voltam Marian Vlak mellett, majd utána vezetőedző voltam 3 hónapig, legutóbb pedig a Csomád KSK megye 2-es csapatánál voltam, ahol tavaly megnyertük a megye 2-es bajnokságot, az osztályozón is sikeresen szerepeltünk, és felkerülünk a megye első osztályba, és utána most ide kerültem Vecsésre. Természetszerűleg adódik a kérdés, hogy milyen fantáziát látott a vecsési csapatban. Hát engem az elnök úr keresett meg, a Cibő Zoltán keresett meg, amikor itt játszottunk egy felkészülési mérkőzést, és látta, hogy a csapat, hogy működik a Csomád, és akkor érdeklődött, hogy esetleg nem lehetne szó, mondtam, hogy nekem van csapatom jelen pillanatban, aztán később keresett, beszéltünk többször is, 2-3 órát leültünk, én elmondtam, hogy mi a hitvallásom a futball iránt, ez a maximálisan azonosult, és ő is így gondolja a futballt, hogy én látom, és utána a 3. forduló után ismét megkeresés volt, és nem szerettem volna a Csomádot ott hagyni, hiszen a megye 2-ben fölkerültünk az első osztályba, és szinte se egy gyerekénként tiszteltem és szerettem azokat a játékosokat, és mindenképpen szerettem volna, hogy az első osztályban is ott legyek, de utána az elnök úr mindenképpen engem akart, és azt szerette volna, hogyha én veszem át a vecsési csapatát, és utána megegyeztünk, és a 4. fordulóban már a Törökbálinttal indultam a padon. Mi a hitvallása a futball iránt? Ez nagyon egyszerű dolog, 3 dolog, alázat, a fegyelem és a tisztelet, ez a 3 dolog, amit én a játékosaimból mindenképpen kivérek idézőjelbe. Én másképp látom, tehát én játékosként is az voltam, aki átment a falon, hogyha kellett, borzalmas alázattal viseltettem a futball iránt a mai napig is, és ezt próbálom a játékosoknak is átadni. Nálam borzalmas fontos a fegyelem, tehát nem lehet úgymond megéletési futballbűnözést folytatni, vagy X forintért elmegyek egy csapathoz és csak ott játszogatok, hanem aki oda megy, bármilyen csapat, bármilyen szinten szerepel, tegye meg mindent a győzelemért. Én ezt valam, ezt próbálom átadni a játékosoknak, és ebben a szemléletben dolgozzanak. Én azt gondolom, hogy nagyon jó helyre kerültem, hiszen vecsésen kiváló játékosokkal ismerkedtem meg az 1 hét alatt. Ez nagyon pozitív volt számomra, hogy az első mérkőzésen a játékosok az általam elképzelt és felvázolt taktikát, amit le is gyakoroltunk edzésen, azt próbálták maximálisan végrehajtani, egy picit talán túl görcsösen is ragaszkodtak ahhoz, amit én elképzeltem és amit felvázoltam. Ezáltal még a játékunk nem volt olyan, ami gördülékeny lett volna, de így is sikeresen vívtuk meg az első mérkőzést. Én nagyon hiszek benne, hogy ezekkel a játékosokkal sikeresek tudunk lenni vecsésen, és a vecsési futballt újra arra a szintre visszaállítani, ami megilleti, ugye korábban MB2-ben is szerepelt a csapat. Az elmúlt 2 év nem úgy alakult, hogy kellett volna. Itt az önkormányzat, az elnök úr, mindenki a csapat mögöttem állnak. Nekem ez a legfontosabb, hogy higgyenek bennem, és a játékosok együtt dolgozva, nagyon keményen dolgozva, megteszünk mindent azért, hogy a csapat sikeres legyen. Idézem önt, azt mondta, hogy kiváló labdarúgók vannak ebben a csapatban, akkor eddig miért nem sikerült vajon eredményeket produkálnunk? Hát ez nem az én tisztem ezt megítélni, hogy miért nem sikerült. Mindenki másképp látja a világot, azért kerek, nem mindenki olyan mentalitás vagy gondolkodásmódú, mint én. Nem is lenne jó a világ, hogyha mindenki olyan lenne. Én azt gondolom, hogy az én környezetemben legyenek azok az emberek, amit én elképzelek, ahogy én gondolom. A játékosok ezt 1 hét alatt igazolták, hogy tudnak azonosulni azzal, amit én elképzelek, és még egyszer bízom benne, hogy sikeresek leszünk. Miben rejlik a legutóbbi 3-1-es mérkőzésnek a sikere? Én ezt nem mondhatom azt, hogy idejöttem és varázsló vagyok, és 1 hét alatt megváltoztatom a csapatot. Egy más mentalitás, egy más szemléletet vázoltam fel nekik, amit ők elfogadtak, azonosulnak vele, és csinálják a dolgokat. Én bízom benne, hogy a jövőben is ez sikeres lesz, és ugyanezzel a hozzáállással játszanak. Hát, hogyha véletlenül valaki nem úgy áll hozzá, hogy azt én szeretném, mert annak meg kell köszönni a munkáját, és el kell küldeni. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Vecsési magazin házi statisztikájában is, ahány edzővel eddig készítettünk interjút, mindenki felvázolta, hogy az MB-hányban a hanyadik helyen szeretne majd szerepelni, milyen célokat tűzött ki maga elé. Ön milyen célokat tűzött ki? Nekem van egyszerű a célkitűzéseim, hiszen a játékosokat is arra próbálom rávenni, mindig a következő feladat a legfontosabb.
és a következő mérkőzést megnyerni. És hogyha minden mérkőzést megnyerünk, akkor kevés olyan ország van, hogy nem az a csapat a bajnok, aki megnyert minden mérkőzést. Tehát nekem nincsenek ilyen távlati céljaim, hogy szeretnék az első háromban, az első ötben, ilyen nincsen. Mindig a következő a legfontosabb, ami elmúlt, az elmúlt, azzal nem foglalkozok, hiszen Magyarországon körülbelül 50-60 éves iránkozunk azon, hogy 54-ben Öcsi bácsi miért sérült meg, a Gyula bácsi miért így vetődött, és elveszítettük a világbajnoki döntőt, viszont azért senki nem tett semmit azért, hogy ez jobb legyen, hogy ne adj Isten újra a világbajnoki döntőt játszon a magyar válogatott. Én azt mondom, hogy ami elmúlt, az elmúlt, a hibákba tanulni kell, és a következő feladatra koncentrálni, és azt a mérkőzést megnyerni. Nekem ez a célom, hogy minden mérkőzésre úgy felkészítsem a csapatot, hogy sikeres legyen. Következő mérkőzés mikor, hol, kik ellen? A következő mérkőzés szombaton Gödöllő ellen játsszuk. Volt szerencsém a Csomár csapatával már játszani a Gödöllő ellen, úgyhogy ismerem a csapatot, a Gödöllői csapatot. De én mindig azt mondom, hogy az ellenfelet tisztelni kell. És el is mondom a játékosoknak, hogy körülbelül mik az erényeik, de mindig magunkkal foglalkozunk, mi a saját játékunkat szeretnénk játszani, és bízom benne, hogy szombaton is sikeresek leszünk. Miben kell addig erősíteni a vecsési csapatot? Nem hiszem, hogy erősíteni kell. Egyetlen dolog, amit én ugye vallok, hogy rendszerbe kell rakni őket, edzéseken le kell gyakorolni azokat a dolgokat, amit a hétvégén szeretnék látni, és soha nem fogok tőlük olyat kérni, amit nem gyakoroltunk, és majd azt a mérkőzés azt mondja, miért nem ezt csináltátok, akkor nem tudják. Tehát le kell gyakorolni edzéseken, úgy a védekezést, úgy a támadást, különböző taktikai dolgokat, amit a hétvégén szeretnék viszont látni. Tehát én bízom benne, hogy ismét a héten úgy fogunk dolgozni, hogy amit gyakorolunk, azt a hétvégén visszalátom majd. Említette, hogy mi a hitvallása, de ugyanakkor milyen jellegű futballt kedvel vagy szorgalma az, inkább védekező, támadó, technikás, stb.? Én a futballt szeretem, tehát nagyon szeretek futballozni mai napig is. Értelemszerűen, itt minden edző úgy épít a csapatát, amilyen játékos volt. Ugye én védő voltam, viszont én a védelemből állnak kijöttem, és folyamatosan az ellenfél kapuját riogattam. Tehát valamilyen formában edzőként is én ezt vallom, hogy a hátulról a megszerzett labdát azonnal előre kell adni. Tehát aki nálam a védők tologatják oldalra, és alibi passzokat adnak, azt nem szeretem. Ezt el is mondtam nekik, labdaszerzésen azonnal a kapu ellenfél kapuja felé kell menniük. A csatárok, hogyha háttal állnak, azok azonnal passzolják vissza a szembe jövő embernek, és abból együtt most a végigvinni a támadást. Tehát én azt vallom, hogy a zárt védekezésből azonnal előre az ellenfél kapuja felé is támadni, és gólokat szerezni, látványos támadásokat vezetni, hiszen a nézők ezért jönnek ki, mert a futball ez egy játék, és azt szeretnék látni, hogy a csapat játszon. Köszönöm figyelmüket! Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának szeptember 13-ai adását látták. Friss hírekkel, információkkal egy hét múlva pénteken este 18 órakor jelentkezünk. Töltsék kellemesen az estét, viszontlátásra!